Bányant a megyésbüspök áldotta meg a felújított templomot, melyet a tárnoki hívek egy vasárnapi szentmise keretében vehettek át jelképesen. A katolikus plébániát több ütemben újították meg, összesen több mint 10 éven keresztül, míg végül most már újra régi fényében tündököl. A beruházás a hívek, a miniszterelnökség és a székesfehérvári egyházmegye összefogásával valósult meg. Tárnokon is egy kisebb csoda történt. Középkori alapjai van a templomnak, bent a szentélyben még most is látható, de ezt a török elpusztította. Évtizedek kellett, míg helyreállítsák, és nagyon érdekes az, hogy 300 évvel ezelőtt, pont 1723-ban alapult meg itt a plébánia. Az államtitkár hozzátette, ha határainkon belül közös imádsággal békességet sugároznak, akkor sokat lehet tenni azért, hogy a világban is béke legyen. Mind a kereszténységre óriási nagy szükség van, az imádságra óriási nagy szükség van, de az összefogásra is óriási nagy szükség van. Mi ezt tudjuk a világ fele üzenni és nyújtani is, ez nem kevés, mert a háborúkat megállíthat, nemzetközi csatákat, vagy összeveszéseket és vitákat megállíthat, de az lenne a jó, hogyha mindezt Európa vezetése is fölismerni. A tárnoki templom felújítása több mint 60 millió forintba került.